Terézváros posztumusz díszpolgára címet kapta Gábor Marian festőművész a terézvárosi búcsúban. A hagyadék kezelőjét hívtuk meg most ide az adásunkba. Nagy tisztelettel köszöntöm Monori József Ferencnét, Marikát, akivel fogunk beszélgetni Gábor Marian művészetéről, a kettőjük kapcsolatáról, barátságáról, de mielőtt erre sor kerülne, tekintsék meg azt a kis filmet, amelyet készítettünk a díj átadására. Ez egy eszenciája a művésznő életének. Terézváros díszpolgára posztumusz Gábor Marian. Gábor Marian 1917-ben látta meg a napvilágot az irodalomtörténész és műfordító Gábor Ignác lányaként. Pályája a 30-as évek végén indult, útját kezdetben Berényi Róbert és Szőnyi István egyengedték. A 40-es évek elején a Zebegényi művésztelepen alkotott, majd a Nemzeti Szalon, a Tamás Galéria és a Művész Galéria adtak otthont önálló tárlatainak. A festőnő tanulmányutakat tett Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban és a Szovjetunióban. 1957-ben, 8 éves kényszerű hallgatás után, amikor is műveit a kor hivatalos kultúrpolitikája polgárinak minősítette, alkotásait a Csón Galériában állították ki Kassák Lajos rendezésében. Az ezután következő hazai és nemzetközi siker elsöprő volt. 1976-ban nagy megtiszteltetés érte, a firenzei Uffizi képtár felkérte, küldje be önarc képét a múzeumába. Két képe a világ olyan híres festői képei közé került, mint Leonardo da Vinci vagy Chagall, a magyarok közül pedig Markó Károly vagy Barabás Miklós. Sok évtizeddel ezelőtt Újpesten egy emléktáblát avattak az édesapjának, az irodalomtörténész Gábor Ignácnak, és ott találkoztam először a művésznővel a táblaavatáson. Először részemről a nagy tisztelet és a megtiszteltetés volt, hogy a művésznővel találkozhatom, későbbiekben a tisztelet barátsággá alakult, és nagyon sokat dolgoztunk együtt ebben a műterem lakásban a itt lévő anyagokkal kapcsolatban. Munkabíró képessége volt. Több ezer grafika van, kis, van, amikor még ilyen gyógyszeres dobozokra is ült valahol, és már is rajzolt. Gábor Marian egész életében rövid megszakításokkal Terézváros lakója volt. Fiatal korában a Munkácsi Mihály utcában, 1953-tól haláláig pedig most a Városligeti, azelőtt Gorki fasorban élt és dolgozott. Gábor Marian a 20. és a 21. század egyik legjelentősebb festője volt. Alkotásaival múlhatatlan emléket teremtett hazájának és az egész világnak. A művésznőnek több korszakja van, de kiemelkedő a portré festészete. Mert mindig azt mondta nekem, hogy na nézd meg, benne van az ember. Tehát ő nem szépet akart festeni, hanem valót. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én meg köszönöm szépen, hogy meghívtatok és részt vehettek ezen a beszélgetésen, ahol emlékezhetünk a művésznőre és az általa létrehozott nagy hatalmas művészetre. Nem véletlenül, hogy azt mondtam az egésznek a bevezetésekor, egy kis eszenciája volt az ő művészetének, hiszen nagyon szerteágazó, egy világszerte ismert, elismert művészről beszélünk, aki egy nagyon izgalmas családba született bele, hiszen ugye édesapja is Terézváros díszpolgár volt, és egy kiváló nyelvészről beszélünk, de hát az egész környezete olyan volt, amelyik azt gondolom, hogy fantasztikumokat tudott letenni. Milyen körülmények között ismerkedtél meg vele? Már nagyon régi az időpont, amikor megismerkedtem vele. Én újpesti vagyok, és Újpesten az édesapjának egy emléktáblát állítottak, és ennek az ünnepségnek a kapcsán ismertem meg őt. Már ismertem a művészetét előzőleg, jártam a kiállításaira, de ott nagyon nagy öröm volt, és aztán hosszú ideig nem találkoztunk, és a sors úgy hozta, hogy később újra találkoztunk, és először a nagy tisztelet és a megtiszteltetés, hogy kapcsolatban lehetek vele, aztán kialakult a barátság, és a barátságból egy
asszisztensi barátsága alakult ki, hiszen nagyon sokat dolgoztunk együtt a műterem lakásában. Azt hiszem, hogy egy olyan művésznek, akinek az egész életműve a világ minden pontján jóformán megtalálható, annak a hagyatékával foglalkozni egy igen komoly kihívást jelent, hiszen kell tudni, hogy ki milyen képnek a birtokában van, kihez hogyan került, mi lesz annak a képnek a sorsa, hiszen most is tapasztalunk olyat, hogy egy-egy padlásról, vagy egy-egy elcsomagolt ládából előkerülnek hihetetlen értékek. Gábor Marian bejárta a világot a férjével együtt, és rengeteget utazott. Hány helyen lelhetőek fel a képei szerinted? A meghatározást talán avval tudnám, hogy számtalan helyen, mint Magyarországon, és mint az egész világon. Rengeteg sok lappangó képe van, aminek az összegyűjtését és a felkutatását már elkezdtem, és vannak is sikerek, hogy különböző képek előkerültek, és a birtokomban van. De az elmúlt időszakban ő inkább a családjával foglalkozott, és a férjének a írói múltjával, és mindent maga elé helyezett. Én úgy éreztem, hogy az a feladatom, és erre is kért ő meg, hogy próbáljam meg az ő alkotásait egy keretbe összehozni, és azt korszakonként összeállítani. Nyilvánvaló, hogy én nem vagyok művészettörténész, de nagyon sokat tanultam tőle, amiért nagyon hálás lehetek. Azt tudom, hogy ha az ember valaminek nem a szakértője, és nem tanult hivatása, akkor azokat kell megkeresni, akik ehhez értenek, és akiknek a hivatása. És nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a művésznőnek már készült egy monográfiája S. Nagy Katalin gondozásában. Akkor sem sikerült összegyűjteni az összes alkotásait. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy feladat vár rám, és a segítő művészettörténészekre, akik újra összeállítanák ezt a gyönyörű anyagot, és felkutatjuk, hogy hol lappanganak. Nagyon büszke volt arra, hogy múzeumokban van nagyon sok anyaga, arra is büszke volt, hogy műgyűjtők vették meg. Ki kell mondanom, hogy amit ő mondott, hogy ő igazán nagy kiállításokon szeretett eladni, hogy vigyék el a műgyűjtők, és akik eladni is természetesen. Eladni hiszen... is természetesen, de ő nem volt híve az olyan eladásoknak. Szerette tudni, hogy hova kerül a képe. Tehát van is kimutatás, a segítségemre van, és az eltöltelt évek, amiket együtt dolgoztunk, most jövök rá, hogy sokszor mondta, hogy Marika, abba a dossziéba, és akkor tényleg abban a dossziéban benne van egy csomó olyan információ, ami hozzájárul ahhoz, hogy én megfeleljek annak az elvárásnak, amit ő elvár tőlem. Úgy tudom, hogy volt egy nagyon szép kiállítása itt az 5-ös 10-ben is. Igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a szeretett Teréz városának az önkormányzata, illetve a vezetői a születésének a 100. évfordulójára egy nagyon szép kiállítást szerveztünk, amiben bemutatta a portré művészetét, és itt jön elő, hogy visszatérve a beszélgetésünkre, hogy milyen művészekkel és irodalmárokkal volt körbevéve a portré alkotásokban visszaköszöntek azok a személyiségek, akik nekünk tananyag, neki viszont az élet része volt. Egy picit visszakanyarodunk ahhoz az életéhez, amit még nem ismerhettél, hiszen te már egy sikeres művészt ismertél Iha. Meg, akinek a sikerhez göröngyös út vezetett, hiszen hiába tudjuk azt, hogy híres nyelvész professzor volt az édesapja, hiába tudjuk azt, hogy egy remek író a férje, ettől függetlenül egy holokauszt túlélő volt, aki számos családtagot veszített el. Az arcán én mégis egy
igazi pajkosságot a szemében, egy égő tüzet véltem fölfedezni. Miből volt az ő ereje, vagy ez a huncutság benne? Tehát, ugye tudjuk azt, hogy egy művész az lehet nagyon magába fordult, és nagyon visszafogott, vagy pedig, ahogy a Bohémek és Pillangókban az ember olvassa, egy világot szerető, életet szerető valaki volt. Milyen ember volt ő? Hát egy csodálatos ember volt. Órákig tudnék mesélni, hiszen a vele töltött idő nagyon sok ajándék órát adott nekem. Ő egy nagyon erős egyéniség volt, de mégis úgy volt erős egyéniség, az akaratát azt tudta érvényesíteni, határozott elképzelései voltak, és a művészetében is lehetett látni, hogy őt nem lehetett irányítani és befolyásolni, hogy az ecsetét hogy kezelje, hogy alkossa meg az a műalkotásait. Ő egy nagyon-nagyon, annak ellenére, hogy hatalmas fájdalmakon ment keresztül, nagyon nagy veszteségeken, hosszú-hosszú ideig ezeket a veszteségeket nem is tudta, és nem akarta, és haláláig sem tudta megbocsájtani, feldolgozni se tudta teljesen, holott az 1980-as évek közepén azt elővette újra azt a gondolatokat, hogy megalkotta egy szerintem, a világon nincs még egy olyan művész, aki úgy ábrázolta volna a holokauszt túlélése után azokat az időket. Tehát a Üldözöttek sorozatában az fantasztikus. Nagyon tervezem, hogy csinálunk egy kiállítást, holott volt is kiállítása, mert a Bálint házat az ő alkotásaival nyitották meg, amiben a holokausztra emlékezett, és azt mondta nekem, hogy Marika, nekem ez jutott, hogy fessek. Mindig büszke volt arra, hogy a szülei hatalmas tudós ember volt, az édesapja és az édesanyja is írt, és büszke volt nagyon a testvéreire is, mert a bátyja, a Gábor György az író zenével foglalkozott, a nővére, mindig mondta, hogy a nővére az örökölte az édesapjának a nagy tudását és a nagy nyelvérzékét, és azt mondta, hogy egyszer rájöttem arra, hogy nekem az ecset van. Én avval tudok olyat alkotni, ami megközelíti a papát. Tehát ez ő neki mindig egy ilyen vágya volt, hogy ő olyan magas szintekre, mert mindig azt szokta mondani, hogy elérhetetlenségbe voltak az ő szülei, uh-huh. És ő mindig igyekezett arra, hogy ő megfeleljen arra. Annak a színvonalnak, El is várták tőle egyébként a szülei? Nem. Egy nagyon csodálatos gyermekkora volt, nagyon sokat mesélt nekem róla. Azt kérte tőlem, két dolgot kért tőlem. Többet is, de ez a legfontosabb. Marika, szeretném, ha megtanulnál olaszul, mert akkor tudna, tehát a művészet értéséhez az olasz nyelv, nem franciát mondok, hanem olaszt. Ő is perfekt olasz volt. És hogy vedd, ami írt föl, tehát sokszor volt az, hogy beszélgettünk, és mondta, hogy na, ezt írt föl. És azt mondta, hogy ha minden lerendeződik, és nyugalmasabb lesz az élet, kérlek, azokat a beszélgetéseket, amit mi így beszélgettünk, jegyezd le, hát ha lesz olyan fiatalság, és olyanok, akik kíváncsiak lesznek arra, hogy ebben a történelmi időszakban egy család, akit annyi tragédia ért, hogyan tudott talpon maradni, és milyen méltatlan körülmények között gyilkolták meg. Érdekes, hogy az előterjesztést az a lakóközösség a Városligeti Fasorban, ahol a műterben volt, is aláírta, illetve hát ők fogalmazták, nem? Te fogalmaztad meg, de hát ők voltak a fölterjesztők. Mennyire volt nyitott ember mondjuk a lakókkal? Milyen volt a kapcsolata? Sok vendég járta hozzájuk, vagy pedig a kicsit zárkozott művész volt? Hát nagyon nem szeretem azt a szót, hogy is-is, de ez a megfelelő.
Nagyon sok művész járt hozzá, például olyanok, akik az édesapjának Baldócon volt a gyerme, egy ilyen ifjúsági tábor, ahova a fiatalok mentek, és külön a leggazdagabb gyermekek, szülők gyermekei, és a legszegényebbek, a támogatottak is mentek, hogy például a Szepesi György, a sportriporter. Akkor, szóval sorolhatnám, hogy nagyon, akkor például a Hegedűs Géza, tehát azok az írók, azok a, inkább én úgy láttam, és ahogy mondta is, hogy inkább a férjének a köre ment jobban. Tehát ő még amikor aktívan festett, akkor is mindig a férje volt az első, és utána ő. Tehát hatalmas nagy baráti körük volt, de nem olyan, hogy egy szalont vezettek, vagy mint ami mostanában, meg régen is egy természetes dolog volt, meg dolog, hanem nagyon sok művész barátjuk volt. Az inkább az édesapjánál találkozott olyan emberekkel, Bazilides Máriával, és különböző nagyon nagy művészekkel, és amit én érettségire tanultam, azokkal ő találkozott. Azaz ő baráti köre volt. Igen. És ezt nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy ő viszont azt mondta, hogy az asztalnál, a családi asztalnál ott olyan beszélgetések és olyan dolgokat beszéltek meg, amit az ember elmegy egy egyetemre, a töredékét tudja be magába szívni olyan hitelesen, mint ahogy ő nőhetett föl. Tehát egy csodálatos dolog volt, és a szülei visszatérve kérdezte tőlem, hogy szigorúak voltak-e a szülők. Nem. Ha ő el akart menni a gimnáziumból, mert úgy érezte, a zsidó leány gimnáziumba járt, és mikor kérdezték, hogy hívják őt, meg fogadták, akkor mondta, hogy Gábor Marianne, és rákérdeztek, hogy ismeri a Gábor Ignácot. Azt mondta, hogy hát az édesapám. Azt mondja, na attól kezdve nem is nagyon kellett erőlködnöm, és direkt átkérte magát egy másik gimnáziumba, ahol ő meg akarta mutatni, hogy ő mit tud. Tehát nem, saját magától. Tehát ez az a válasz, ez a válasz arra, amit kérdeztél, hogy mennyire követelték meg tőle. Azt megkövetelték, hogy nyelvet tanuljon, olvasson, műveltséget a család szintjére, tehát magába szívja és megtanuljon, de sok kedvességet is kapott a szülőktől. Tehát egy gyönyörű gyerekkora volt, mindaddig, míg ameddig nem jöttek ezek a borzalmas, nehéz időszakok. Rengeteget tudnánk még beszélgetni Gábor Marianról, akiről ugye vita van, hogy Marian vagy Marianne. Most ő hogy használta? Én mindig Mariannének, és ő azt szerette, ha így mondták, nem Marian. De ennek ebből egy... Azt mondta, hogy az édesanyja szerette volna az E betűt, és hogy Marianne, és ő ezt így szerette. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok mindent hoztál zárszóként, az önarc képével fejeznénk be a beszélgetést, amely az Uffizi Képtárban jó társaságban van, ahogy ezt ő mondta. Azt gondolom, hogy kevés magyar művésznek találhatók meg a képei az Uffizi Képtárban, de viszont egy jegyzetet is készítettél emellé a kép mellé. Gassó mondta, hogy a két önarckép bevonulása az Uffiziákba halhatatlanság záloga, mégpedig úgy, abban a formában, ahogy a világ legnagyobb művészei kívánhatják maguknak. Gábor Mariannénak nem csak az adatot meg, hogy az Uffizi Képtárba bevonult, hanem az is, hogy Terézváros történetébe és történelmébe, hiszen Terézváros posztumusz díszpolgárává avatták, és megkapta ezt a csodálatos kitüntetést, amelynek most, mint örököse és a hagyatékának kezelője tud Monori Marika örülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.